Induljunk, ha megvagyunk. Fejfejt és vadászkal kicsit fokozatosan, ahogy szoktuk a csikókkal, a kis homoktól ráteszünk. Gyertek! Mindegy, a kapunál nagyon figyeljetek. Hopp! Figyelj rá! Menjetek, jó, jók vagyunk, avval nincs semmi vész. Aki tud beállni, fejfegy, fölállni, az biztos. Úgy! Hagyj menjenek! Hajde! Igen, a keddi nap nem könnyű, ugye így csikok szempontjából, mert nem tudod, hogy honnan suhan be valaki ezerrel meglovagolt galoppot. Úgyhogy itt most jön Crystal Crack Dandy elől, aztán van itt Labodasz, Impossible, Newbie és Fatime. Van, remélem, egy ló van ott, ami jön a nagy homokon, tudjuk 800-tól egy jó vadászt. Remélem, mi besuhanunk előttük. Azért csak csikók, tehát úgy még nem mennek, hát mindegy, futott öreg ló. Hát nem tudom, lassan oda felérnék a kanyar közepére a kicsihez, aztán onnan rátesznek. Igen, oda is értek ebben a pillanatban, szuper. Jó, akkor így nem találkozunk remélhetőleg avval. Kettő elsőt nem is forszírozom, csak ők tűnnek olyan korai babnak, aztán bármi lehet addig. Ugye a Crystal és a Dandy. És őket küldöm előre, meg ráadásul még mennek is. Úgyhogy, na. Ó, valaki ott jön, de hát az még arrébb van. Ezek jönnek itt szépen. Dandy kívül, Crystal belül. Kapunál figyel! Te! Hagyj menjen, kapunál figyel! Menjetek hosszan! Még a Labodasz, te. Mit csinálsz? És hátul volt itt a Newbie, aki nagyon jó, meg Fatime is. Még a kicsim, akinek egyelőre még olyan nagy menőkedve nincs. De pofája annál nagyobb, az pedig lenne az Impossible. Jó, kapunírozik. Hát igen, annak is drukkolni kell. Mondom, csikók. Az első hármas az nagyon elhúzott. Kiszaladt a Dandy, ha jól láttam. De nem biztos, de úgy láttam. Szerintem igen. De jó, nincs baj. Nem tovább, fennmaradt Nomcsi. Úgy láttam, innen messze van. Aztán nem biztos, csak megpróbálta, az is lehet. Nem, együtt vannak, úgy látom. Nem tudom. Nem, kiment az. Igen, kiment. Jó, nincs baj. Megvannak. Na jó.